Még inkább csak csodálói akadtak az epernek, mint sem vásárlói, hisz az ízletes gyümölcs kilóját igen drágán 15-re írtották a mai nagypiacon. Jó jel azonban, hogy egyre több asztalnál kínálták az import gyümölcsöt, ami arra enged következtetni, hogy hamarosan a szatmári eper is kapható lesz. A retek és a zöldhagyma ára sem esett az elmúlt hetekhez képest, kötésükért 2 lejt kértek, ha azonban előbbiből kilószámra kértek a vásárlók, akkor 6 lejt számítottak értem. A zöld passzúj ára is igen borsos volt, kilóját 22 leért mérték, a spenótét 6 leért, a nyári káposztáit pedig 5 leért adták. A fodros salát, a fejét már 2 leért is meg lehetett vásárolni, árultak medvehagymát, kötését 3 leért, a dél-romániai vidékről származó melegházban termett uborka kilója 7 lej volt. Legnagyobb forgalom a virág és zöldségpalánták körül volt, ültetésüknek ugyanis most van a szezonja. Melyek a legkelendőbbek, illetve minek van most a szezonja? A celler, a paradicsom, a korai káposzta, karalábé, karfiol, akkor mennek a mentagyökerek most, a citromfű, mit kell tudni fűszernövényeket. Az ültetésekről ezeknek a palántáknak? Nagy igény nincsen. Meg kell öntözni, ha nem lesz eső, és eső lesz, akkor nem kell öntözni. A paradicsomot azt egy kicsit permetezni is kell, hogy teremjen is. Termés mikorra várható? Július-augusztus. Július-augusztus. A palánták? Hát a celler, karalábé, karfiol, paradicsom, most ezek. Hát 30-40 van is száll, a paradicsomnak 1 lej szála. A nyár közelettét jelezvén a mai nagy piacon már a szalmakalapárusok is kirakták portékáikat.